Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, Szedlacsik Miklósnak hívnak. No, akkor fogjunk is hozzá, szeretném megkérdezni, ki az, aki nem elégedett azzal, amifelé halad a világ. Oké. Tehát látom, egységesek vagyunk ebben, nem vagyunk elégedettek azzal, amifelé a világ halad. És mi baj van a világ haladásával? Hát mi baj van a világ haladásával? Szeretetlenség, igen. Elnyomás. Korrupció. Korrupció. Lehet nyugodtan. Etikátlanság. Etikátlanság. Szerinted mi várható ebbe az irányba haladt tovább a világ? Akkor menjünk bele ebbe egy kicsit ebbe a kérdésbe, jó? Ki az, aki hisz valami felsőbbrendű lényben? Körülnézek mindenki. Oké. Na. Akkor megkérdezném, ha mondjuk te lennél egy felsőbbrendű lény. Tehát te lennél mondjuk az az Isten, vagy a, akitől függne, vagy valamilyen szintű befolyással tudnál arra lenni, hogy mi történjen itt a bolygón. Akkor meddig hagynád, hogy ez irányba haladjon tovább a világ sorsa, mármint a Földünk sorsa? Ezt csak úgy kérdezném. Jó? Tehát meddig hagynád? Végtelenségig? És mit csinálnál, hogy olyan irányba haladjon a világ, ami, ami jobb irány? Mit csinálnál? Figyelmeztetés. Tehát fognál lejönni és beavatkoznál? Vagy mit csinálnál? Tehát ugye van ezzel kapcsolatban egy szabály, ugye tudod jól, az a szabály, hogy ha egy lény képtelen az önálló túlélésre, akkor az minek van, minek létezik? Az nem baj, hogyha eltűnik. Nem tudom, ezt tudjátok-e? Tehát ez bármilyen lényre vonatkozik, ez lehet egy növény, lehet egy állat, vagy lehet egy értelmes lény, most teljesen mindegy, hogyha az alkalmatlan a túlélésre, tehát képtelen rá, akkor minek van? Világos? Tessék? Így van, akkor kihal, így van. Kihal. Tehát akkor hagyják, hogy kihaljon. Tehát ugye az a jó élő lény, amelyik önmaga képes a túlélésre. Tehát ha túl sokat kell foglalkozni azzal, hogy egy élő lény túléljen, túl sok energiát ér, tehát túl sok energiába kerül, hogy az túléljen, akkor az minek? Na most, és ha te lennél mondjuk egy ilyen felsőbbrendű lény, tehát nem tudom, ezt most azért mondom, hogy esetleg gondolkodtál-e már ilyenben, hogy vajon hogy gondolkodhatnak a fentiek velünk kapcsolatosan itt a Földön? És ugye én hála Istennek van egy, kaptam egy olyan képességet, hogy nem csak úgy belegondolhatok az ő helyzetükben magamat, hanem kapok is ezzel kapcsolatban információt, hogy ők ezt fönt hogyan gondolják. Tehát lényeg az, hogy de hogyha te neked kellene ezt megoldani, ezt a helyzetet, akkor mit csinálnál? Oké, okay, hogy lassan lejár az idő, de mit csinálnál? Hát mit tennél? A menthetőt mentenéd. A menthetőt mentenéd. A többi meg megy a levesbe. De van ezzel kapcsolatban egy kis probléma. Ugye az a probléma, hogy van bennünk egy lélek. És a lélek az halhatatlan. Tehát ugye van egy ilyen fizikai szabály, hogy az energia nem vész el, csak átalakul. Na most a mi lelkünk az egy értelmes energia. Tehát minden emberben van egy értelmes energia, amit léleknek nevezünk, ami ráadásul egy tőről fakad, idézőjelbe. Tehát gyakorlatilag a mi lelkünk az
része a teremtő lelkének. Tehát gyakorlatilag ő megosztotta a saját lelkét, és abból jött létre az emberben lévő lélek is, meg minden más lélek a világegyetemben. Na most ebből a szempontból, ha jobban megnézzünk, akkor a lelki szempontból mi egymásnak többek vagyunk, mint egy testvér. Sőt, többek vagyunk, mint egy ikertestvér pár. Mert gyakorlatilag azonosak vagyunk. Tehát a lelkünk az azonos. Abban különbözik, hogy nem egy időszakban hozta létre a teremtő a lelkünket. De mivel az elmúlt másfél millió évben nincs lélekosztódás, tehát lélekteremtés, tehát csak a teremtő tudta létrehozni a lelkeket, tovább a lelkek nem tudnak osztódni, ezt csak úgy mondanám, mert akkor életképtelenné válnának. Tehát lényeg az, hogy a teremtő az nem osztja tovább másfél millió éve a saját lelkét. És számtalan lelket hozott létre a világegyetemben, sőt, nem tudom, tudjátok-e, hogy már meg lehet állapítani azt, hogy minden atomban, vagy még annál kisebb részecskében felfedezték már a kvantumfizikusok azt, hogy létezik valami közös, egy pontra visszavezethető energia, amit ugye teremtői energiának neveztek el. Tehát gyakorlatilag mindenben megtalálható, fellelhető ez a teremtői energia, ami egy pontból származik, tehát gyakorlatilag ugyanarról beszélek, ugyanarról az energiáról beszélnek ők. Na most, tehát ha te lennél egy fenti teremtő, tehát egy fenti Isten mondjuk, ugye Istennek szoktuk nevezni itt a földiek, akkor meddig hagynád, hogy az emberiség mondjuk a rossz irányba haladjon? Mert ha megnézed, akkor nem egyre jobb irányba haladunk, hanem inkább egyre rosszabb. Nem? Na most mi az alapja annak, hogy rossz irányba haladunk? Hát az antiszociális viselkedés. De hát nem az emberek antiszociális viselkedése, hanem bizonyos emberek antiszociális viselkedése. Tehát egy kisebbség antiszociális viselkedése. Mit jelent az, hogy antiszociális? Elnyomó. Nagyon egyszerű. Elnyomó viselkedése. Tehát például egy elnyomó, az mondjuk egy elnyomónak születik egy gyereke. Akkor tudod, milyen lesz a gyereke? Olyan, hogy állandóan kontrollálni akarja a gyerekét. Tehát szinte lélegzethez se juttatja, mert állandó felügyelet, állandó kontroll alatt akarja tudni a saját gyerekét. Tehát az azt jelenti, hogy a gyereknek mindent úgy kell tennie, ahogy ő gondolja. Na most egy ember a lelke miatt viszont szabadnak született. Tehát bennünk egy olyan lélek van, amelyből ki lett törölve minden eddigi tudás, és az lélekből kitörlik a tudást, amit mondjuk az előző életben létrehozott, akkor egyetlen egy dolog marad, az a feltétel nélküli szeretet. Tehát minden lélek úgy jött le ide a földre, mielőtt ugye megszületett, mikor megfogant, úgy jött létre, mármint úgy jött ide le, hogy feltétel nélküli szeretettel rendelkezik. És ugye azt jó, ha tudjuk, hogy a lélek az egy ilyen olyan fajta működésű, értelmes lény,
amely állandóan tanulni, fejlődni akar. Tehát onnantól, hogy megfogantál, lejött a lelked, és mindent tanult, mindent megtanult, és semmit nem felejt, ami történt veled onnantól, hogy megfogantál. Hát nyilván először ugye az édesanyját hasába voltál, ugye, mert ott fogantál meg, de nem ami az édesanyját hasában történt, ami édesanyját körül történt. Tehát gyakorlatilag onnantól mindent, ami történés történt éjjel-nappal veled és a közvetlen környezetedben, azzal a tudással rendelkezik, meg azzal a tudással is rendelkezik, amit tanácsként kapott, hogy jobban csinálja a dolgát. Tanácsként kitől kapta? A tanácsot kitől kapta? Hát ugye van egy különleges képessége a léleknek, hogy minden lélek, ha nincs lezárva a kommunikációs csatorna, akkor kapcsolatban van a többi lélekkel. Elsősorban nyilván azokkal, akikkel akar kapcsolatban lenni. Tehát akikkel nem akar, azzal nem, de akikkel akar. És a te lelked kapcsolatban van folyamatosan azzal a teremtő lényel, amelyik hozzá segített ahhoz, hogy te ide leszülesz. Mert tök jól el voltál a létközi állapotban. Az a létközi állapot felkészítése folyik egyébként egyre inkább, mert egyre több olyan készüléket csinálnak, ami egy ilyen szemüvegszerű valami, amit föltesznek a fejre, és akkor úgy tűnik, minthogyha ott lennél abban a környezetben. Tehát ez például ugye a játékokban lehet egy ilyet látni, hogy már van egy ilyen, ezt ilyen háromdimenziós játéknak nevezik, így van, egy ilyen virtuális valóságba behelyezik a játszó szemét, de egy másik is van már, egy másik játék, a komolyabb drónok például. A komolyabb drónok úgy működnek, hogy fölraksz egy ilyen szemüveget, és akkor úgy látsz avval a szemüveggel, mintha a repülő, tehát mintha te lennél ott a drónban, érted? És onnan néznéd azt a tájt, amit a drón éppen kameráz. Érted? Tehát ezt nyilván a komolyabb drónokkal lehet megcsinálni, és lényeg az, hogy szépen készítik fel az emberiséget, az emberiség jó részét, aki erre nyitott, a következő életére, ami úgy van, hogy van az életünk, és akkor a következő élet az egy virtuális valóság, amikor elmegyünk, meghalunk, tehát kilépünk ebből a testből, akkor bekerülünk egy virtuális valóságba, ezt a virtuális valóságot nekünk hozzák létre, de akkor, hogyha innen elhagyjuk a Földet természetesen. Tehát ugye sok lélek nem hagyja el a Földet, sajnos, pedig nem az lenne a dolga, hogy itt maradjon, mert addig nem tud újra születni, még itt marad. Tehát amikor elhagyja egy test a földi létet, tehát a Földet is elhagyja, akkor bekerül egy virtuális valóságba, ezért számolnak be mindig azok a elhalálozottak, akiket visszahoznak viszonylag rövid időn belül az élők sorába, ugyanolyan környezetről. Mert egy virtuális valóságba kerülnek be, de abból a virtuális valóságból visszajön, hogyha ugye nem hal meg mégse, tehát mondjuk felélesztik. És lényeg az, hogy készítik föl az embereket erre a virtuális valóságra, mert sokan ebbe a virtuális valóságba fognak bekerülni egy ideig, ameddig nem születnek újra, de ezen a bolygón még lehet újra születni 6 évig. És utána erre a bolygóra
Nincs további újraszületés. Ezt csak előre mondom. Tehát még 6 évig van újraszületés. Tehát ha valaki most meghal, még gyorsan újra tud születni. Azért nem javaslom, hogy gyorsan hal, ne halljál meg. Mert akkor még mindig törlik a tudást, tudod, és még mindig tudatlanul születsz újra. Tehát a következő újraszületések, a 6 éven túli következő újraszületések már nem ide történnek. Hanem készült egy olyan bolygó, tehát elő van készítve az életre, illetve már van ott élet, csak nem emberi. Elő van készítve arra, hogy az emberek egy része oda szülessen. Tehát arra a bolygóra. Az a az galaxis, illetve nem a galaxis, az univerzum szélén van. Tehát viszonylag szélén. Nem tudom, tudjátok-e, hogy a Föld az több milliárd évvel ezelőtt az még a világegyetem széle volt. Csak már annyira, annyi bolygó és naprendszer lett újra teremtve azóta, tehát teremtve lett azóta, hogy már nem a szélén vagyunk, hanem már a szélétől messze, sokkal beljebb vagyunk. És ez egy gond is, hogy beljebb vagyunk, mert onnantól kezdve ez olyan, gondold végig, ez olyan, mint régen Ausztrália az egy fegyenc sziget volt. Tehát Ausztráliára száműzték Angliából és az angol gyarmatokból a fegyenceket. És semmi gond nem volt, addig, amíg nem volt olyan közlekedési eszköz meg technika, hogy megközelítsék a kontinenseket. De ahogy fejlődött a technika, ugye egyre inkább elérhető volt számukra, hogy onnan kiszabaduljanak és visszatérjenek a kontinensre. Ezért ugye már Ausztrália nem fegyenc telep, hanem egy rendes kontinens, igaz, hogy egy ország, de egy országból álló kontinens gyakorlatilag Ausztrália. Tehát már a technika fejlettsége miatt már nem fegyenc telepnek használnák, illetve használják, mert különben az emberek onnan simán visszajönnének, mert megvan a technika hozzá. Világos ez? Tehát magyarul annyit fejlődött már az ember, hogy már simán visszajönne. Ezért már például az oroszok sem csinálják ugyanezt Szibériával, mert már ott is olyan fejlett technika van ugye Oroszországban, hogy onnan is könnyedén vissza tudnának jönni az emberek, és csinálhatnák a hülyeségüket a saját területükön. Na most ugyanezt képzeljétek el a világegyetemben, hogy az emberiség fejlődött, többféle tekintetből is. Nézzük a műszaki technológiát, ugye a műszaki technológiában megnézett, tehát fejlődtünk elég szépen műszakilag, és kacérkodunk azzal, hogy közlekedjünk ide-oda a világegyetembe, bár nem nagyon engedik, de egyre inkább, ahogy fejlődik itt a technika, egyre inkább mennénk a világegyetembe ide-oda-amoda. Na most gondolj bele, ugye azt jeleztétek az imént, hogy nem vagytok elégedettek azzal, amifelé halad a világ, tehát akkor ezt kifejeztük azt, hogy jelenleg nem túlságosan vagyunk elégedettek azzal, ahogyan működünk, ahogyan gondolkodunk, legalábbis emberiség szinten. És most gondolj bele, ezzel a fajta gondolkodással elkezdenénk kimenni a világegyetembe. És azt mondanánk, hogy akkor kezdetben hódítsuk meg a Holdat, majd hódítsuk meg a Marsot, a Vénuszt, majd az egész naprendszert, majd az egész naprendszeren kívüli dolgokat, és a fentiek meg így néznék, hogy jaj, de jól csináljátok, milyen rendesek vagytok, meg akartok minket hódítani. Jaj, de jó, igaz, hogy több bűnözők vagytok, mert mit csináltok itt a bolygón? Hát nem mit csinálnak az emberek? Vagy lustákodnak, tehát a jobbak azok lustákodnak, nem? A kevésbé jók azok lázadoznak, nem? A még rosszabbak meg mit csinálnak? Bűnöznek. Így van. De ők ezt hagynák, nem? Hogy, hát, hogy
ilyen lények innen a bolygóról, mert ez a többség, ha megnézed. Van egy kisebbség, pár százalék jelenleg még csak a bolygón, aki egy kicsit másként kezdett el gondolkodni. De a nagy rész az, az lustákodik. Oké, vagy ugye lázadozik, hát vagy bűnöz. Tehát ártó tetteket művel. Nyilván az a kisebb, a legkisebb százalék, de még mindig azt mondom, hogy több ember a bűnöző, mint az jelenleg, akire azt mondanák a föntiek, hogy jó, akkor vigyük magunkat. Érted? Na most, tehát lényeg az, hogy lehetett ugye évezredek során, évszázadok során, és ugye az elmúlt száz évben is tenni azt, amit tettünk. De már mondom, már olyan műszaki szintre jutottunk, hogy már elkezd az ember ilyen istent játszani. És amikor az ember elkezdett ezen a bolygón, a Föld nevű bolygón istent játszani, akkor fogták és fentiek lehúzták a rolót. De szó szerint értsétek, mert ez a hetedik emberiség itt a Föld történetében. Tehát hat emberiséget már eltettek láb alól a fentiek. És azért, mert mindegyik elkezdett istent játszani, úgyhogy nem volt hozzá esze. Érted? Ezért ugye azt csinálták a fentiek, hogy csináltak egy ultimátumot ennek az emberiségnek, és sajnos erről sokan nem tudnak, hogy ez 2012. december 22-vel aranykornak kellene itt lenni a bolygón. Tehát ezt a dátumot biztos hallottátok, nem? Tehát 2012. december 22, hallottátok ezt? Na most megnézitek, nagyon érdekes, 2012. december 22, tele van kettessel, igaz, hogy van benne két egyes is. Mert december azben van egy ugye 12. hogy egy egyes, és 2012, ugye ott is van egy egyes. Na most, de ha megnézitek a mai napot, 2020. február 2-a. Csupa kettes, a nulla az mindig erősíti az energiákat, tehát annyit érdemes tudni, az előző lévő számoknak az energiáját erősíti, tehát most csupa kettes van, és megerősített kettes, mert 2020, az első kettes után egy nulla, utána a második kettes után egy nulla, utána az előtt egy nulla, ugye a kettes előtt egy nulla, és utána megint a kettes előtt egy nulla. Jó, a kettes előtt van a nulla, az nem számít, az nem számít. Jó, tehát az nem számít. Csak a kettes után lenne egy. De lesz olyan, még az évben, ha megnézitek, még érdekes számok lesznek, mert még lesz például 12-e is, sőt, lesz december 12-e is. Tehát ebben az évben nagyon érdekes számok lesznek, és érdekes energiák lesznek, és az első érdekes energia ez a mai nap. És ha megnézitek ezt a sok kettest, ez négy darab kettes, és ez egy kettes energia. A kettes energia az egy nőies energia, az a segítő energia. Tehát ugye a kettes az azt jelenti, hogy embereket segíteni, és jé, és most itt vagytok. Oké? Embereket segíteni, és úgy, hogy ez a négy darab kettes, ez egy nyolcasra jön ki. A nyolcas az pedig a karrier, a siker, de negatív értelemben a harcosság szimbóluma. Ami azt jelenti, hogy mégis itt van egy olyan, ebből a sok kettesből egy olyan végeredmény, ami, hogyha jól éled meg, akkor karrier siker lehet belőle, ha rosszul éled meg, akkor pedig perek lehetnek belőle akár. Tehát vagy olyan dolgok, amikor harcolnod kell emberekkel.
Érted? Tehát ezért ugye szokták mondani, amikor a 8-as energiája érvényesül, akkor negatív értelemben ugye emberekkel konfliktus lehet, hogyha rosszul csinálod a dolgodat. De az ember etikusan éli az életét, akkor nem csinálhatja rosszul a dolgát. Világos ez? Na szóval a lényeg az, hogy a fentiek azt csinálták az emberiséggel kapcsolatban, hogy adtak egy határnapot, ugye ezt már régóta jósolták, ezt a 2012. december 22-ét, és hát ha megnézed, ott nem történt semmi. Tehát hogy különösebb változás nem történt. És akkor azt mondták, hogy jó, miért nem történt? Mert sokkal jó ember a bolygón. Tehát van arra lehetőség, hogy megváltoztassák a bolygó irányát. Tehát az azt jelenti, hogy a jó emberek, ha összefognának, akkor képesek lennének arra, hogy utat mutassanak a többieknek. És jó irányba vinnék, tudják vinni az emberiséget. És akkor ehhez úgy adnak segítséget a fentiek, hogy olyan életkörülményeket segítenek elő a bolygón, hogy minél több ember megnyíljon, és akik nem hajlandók megnyílni, azokat meg kivonják az élők sorából. És akkor még ide újra születhetnek ebben a 6 évben, ha nem, akkor pedig mennek az új bolygóra. De nem technikai fejlettséggel, hanem kőkorszaki körülmények közé. Ja? Tehát ez a test egy egyedülálló test a világegyetemben, a fejlett lények számára, ugyanis ez a test úgy működik, hogy egyedülállóan a fejlett lények között képes a problémák generálására. Tehát hogyha nem ez a testünk lenne, akkor nem lennénk arra képesek, hogy önmagunk generáljunk magunknak problémát. De mivel ez az emberi testünk van, ami még nem volt csak ennek az emberiség számára, ezért ugye egy nagyon jó tanulási folyamat, hogy nem kell hozzá egy másik személy, hanem tudod magadnak generálni a problémákat. Nem tudom, ezt észrevetted-e már. Tehát nem kell hozzá egy külső személy, hogy az ember generálja szépen magának a problémákat. Na most ez a testünk miatt működik így. Oké? Azért, mert ez a test úgy van megszerkesztve, hogy gyakorlatilag van közünk az állatvilághoz. Nem evolúciós közünk, hanem genetikai közünk. Ami azt jelenti, hogy az állatoknak van olyan elméjük, hogy teljesen ösztönösen működik. És akkor mit tudom én, megszületik egy állat, és ösztönösen tudja tovább folytatni azt a tevékenységet, amit a szülei csináltak. Na most, és úgy tanul, idézőjebb a tanulást, hogy én érik negatív dolgok az állatot, most állatról beszélek, érik negatív dolgok, és akkor elkezd attól a negatív dologtól félni. És félelmében nem csinálja azt, ami kiváltotta benne a félelmet. Nem tudom, értitek-e. Na most, ha megnézitek, ez benne van az emberben is. Tehát az ember is képes arra, hogy cselekszik, csinál olyan hibákat, ami félelmet vált ki benne, és utána azért nem csinálja azt a dolgot, mert fél attól, fél annak a következményétől. Értitek? Ezt ugye mindenki megtapasztalta. Na most, de az embernek nem így kéne működni. Bennünk van egy olyan értelmes rész is, ez az agyhoz kapcsolódik, két félteke. Van az érzelmi rész, ez a reaktív rész, ez a nem gondolkodó ösztönös rész, ez a bal oldal, és van a jobb oldala az agyféltekének, az pedig a gondolkodó. Tehát a gondolkodó résszel viszont képesek lennénk arra,
hogy megítéljük, hogy mi a helyes és mi a helytelen, és nem azért nem csinálni valamit, mert félünk tőle, vagy a következményektől, hanem azért nem csinálni valamit, mert egyszerűen az ember ismeri mondjuk az etikát, és azt mondja, hogy én nem teszek olyat másnak, amit nem szeretnék, ha velem tennének. De a baloldal agyféltekének nincs ilyen gondolkodó része. Az teljesen ösztönösen működik. És ezt úgy konstruálták meg ezt a testet, hogy ez így működjön, képzeld el. És ezáltal a baloldali agyféltekés működésnek köszönhetően az ember képes saját magának olyan problémákat generálni, amihez nem kell egy külső személy, meg egy külső helyzet. Érted? Pont emiatt az állatias, ösztönös működésnek köszönhetően. És ezt azért hagyják, mint kiderült, azért hagyják a fentiek, pont emiatt, hogy az ember megtapasztalja a rosszat. És ne akarja magának a rosszat. Érted? Tehát ez a tudatosság része, ami ott van bennünk, hogy az akaratunk az itt van, jobb oldal, hogy ne akarjuk azt, ami nem jó, ami nem helyes, ami helytelen. Érted? És azt akarjuk, ami helyes, ami jó. Na most akkor nézzük meg, hogy mi a helyesnek az alapja. Nagyon egyszerű. A helyesnek az alapja, ez most egy tanítás. Na most képzeljétek, ha belerakok ilyen tanításokat, már eddig is volt tanítás, belerakok, akkor mi lehet a második részbe? Na szóval a lényeg az, hogy mit akartam mondani? Ja, mi a helyes alapja? Igen, köszönöm szépen. Tehát mi a helyes alapja? Honnan tudod megítélni, hogy mi a helyes? Nagyon egyszerű, egy szó, szeretet. Szeretet. Tehát ami a szeretetért van, szeretetért, az helyes. Ami egy kicsit is csorbítja a szeretetet, az helytelen. Na, mit szólsz ehhez? Nagyon egyszerű, pofon egyszerű. Világos ez? De azért ennyire mégse egyszerű, mert figyelembe kell venni a többségi érdekeket. Tehát nem csak az egyéni érdekeket, a többségi érdekeket, na ezt nem szokták csinálni az emberek. Hanem csak, ugye egy olyan társadalomban élünk, ahol az egyéni érdekek érvényesülnek, és nem a többség érdeke. Tehát megnézed, ez már teljesen jellemző, hogy a kisebbség érdekek, vagy az egyéni érdekek felett állnak a többségi érdekeknek. Sajnos. Sajnos. Tehát, hogyha egy ember képes arra, hogy szeressen, hogy állsz ebben a kérdésben? Mennyire vagy képes szeretni? És feltétel nélkül? Jó kérdés, nem? Feltétel nélkül mennyire vagy képes szeretni? Húha, ez már jó kérdés. Nem? Mert hogyha az ember képessé válik, vagy egyre képesebbé válik a szeretetre, és a feltétel nélküli szeretetre, akkor már csak egy dolgot kellene megfigyelni, ugye, hogy az a szeretet, az vajon milyen érdekeket szolgál? Egyéni érdeket, vagy többségi érdeket? Mert mindig a többségi érdeket kell figyelembe venni. Jó? És akkor utána még ilyet is figyelni kell, hogy hát hogyha te várnál valamilyen szeretetet, valamilyen helyzetben, és te azt a szeretetet egy másik személynek nem adod meg, amit te bezzeg várnál az ő helyzetében, hát akkor az gond. Az mulasztás, úgy hívják. Szóval a lényeg az, hogy ha az ember képes úgy működni, hogy feltétel nélküli szeretettel, nyilván ez nem egyik pillanatról másikra megy, hanem egy ilyen fokozatos átmenettel. Tehát könnyű a helyzet. Ez a fokozatos átmenethez kell 9 év.
Most akik itt vannak, szerencsésebb a helyzetük, mert van 15 évük. Tehát 15. Tehát 15 év alatt több mindent el lehet sajátítani. Oké? Na most azért gondold végig, hogy mindig az értelmes emberek úgy működnek, tehát mindig is így működtek, mindig is így fognak működni, nem emberek, az értelmes lények mindig is így működtek, hogy nincs a világegyetemben két olyan értelmes lény, amelynek azonos tudása és képessége lenne. Ezt jó, ha tudod. Tehát a világegyetemben nincs. Tehát kimondhatatlan sokszámú lélek van a világegyetemben, értelmes lélek, és nincs két azonos. Oké? Mindnek más szintű valamilyen módon a tudása és a képessége. Nyilván, amikor valaki ide leszületik, ez az a pont, mivel törölték az előző életi információkat, ez az a pont, ahol a lelkek azonos feltételekkel indulnak. Mert mindenkiben egy dolog maradt, a feltétel nélküli szeretet. És tudás és képesség az gyakorlatilag egy szinten van. De már nem egy szinten van, amikor beszületsz abba a testbe, mert a test viszont hoz képességeket és tudást. Világos ez? Tehát abban a pillanatban, amint első levegőt vetted, és a lélek beszállt a testedbe, onnantól fogva már nem egy a képessége két embernek, mert a test már befolyásolja az ember képességét. Világos? Ez a szülők által természetesen, meg a heted íziglen lévő generáció által. Szóval a lényeg az, hogy amint ugye a lélek testbe száll, már megint csak nem beszélhetünk azonos tudásról és azonos képességről. És ahogy telnek az évek, évtizedek, itt is azt lehet mondani, hogy a Földön nincs két azonos ember. De mondom, a világegyetemben sincs két azonos lélek. Világos ez? Na most, ha ezt tovább nézzük ezt a dolgot, akkor azt látjuk, hogy itt vagyunk mi emberek, és ugye azt kell megtanulni, hogy feltétel nélküli szeretetben legyünk. És erre jelenleg van 15 évünk. Mi lesz 15 év múlva? Tehát 15 év múlva kell aranykornak lenni a bolygón. 6 év ez a felkészítés, ez egy átmeneti korszak most ez a 6 év. De már fogy, mert már csak 5 év és 11 hónap. Tehát ez egy átmeneti korszak. Utána lesz egy 9 éves időtartam, ahol az emberek felfejlődnek arra a szintre, ahol aranykor lesz. Tehát lehet. Ha nem fejlődik föl abban a 9 évben, gyakorlatilag föl tud bárki fejlődni. Tehát aki bevállalja, fel tud 9 év alatt fejlődni. Jó? És utána kapunk egy olyan korszakot, ahol kapunk rá lehetőséget minden itt lévő ember, hogy visszakerüljünk a teremtői létformába. Tehát a teremtői létforma az egy felsőbbrendű lény. Tehát az azt jelenti, hogy akkor egy felsőbbrendű lényként születsz újra. Érted? Nem a lelked, mint test. A felsőbbrendű lény, nagyon egyszerű, a felsőbbrendű lény legegyszerűbb formájáról már hallottál szellem, tehát spirituális lényként, ezt úgy hívják, hogy angyal. Tehát az angyal a hierarchia legalja. A teremtői hierarchia legalja. És onnan indul fölfele, az angyalon kívül további 6 szint. A fejlődési szintek azok is, természetesen. Szóval a lényeg az, hogy most gondolj bele, most be vagy zárva egy testbe. Tehát be vagy zárva egy testbe. Ez a test
korlátozza a léleknek a képességeit. Tehát nem tudsz kilépni belőle és akkor körbejárni a Földet egyik pillanatra a másikra, vagy kimenni a világegyetembe mint lélek. Érted? Nem tudsz ilyet csinálni. Nem tudsz telepatikusan egymással kommunikálni, nem tudunk. Jó, nem is tanultuk még, de ez a test, ez korlátoz ebben. Most gondolj bele, hogy ez a test olyan korlátokkal rendelkezik, illetve olyan korlátokat mutat, ami által a szabadságod, mint lélek korlátozva van. Tehát egy lény, egy lélek, az képes arra, hogy a gondolat sebességével közlekedjen. Tehát, hogyha ő most egyik pillanatban itt akar lenni, a következő pillanatban meg a világegyetem másik felén tud lenni. Tehát nincs szüksége közlekedési eszközre. Nyilvánvalóan a lelkek közlekedését is lehet korlátozni, mert van ilyen technológia a világegyetemben. Például a Föld körül is van egy ilyen technológia. Hát itt nem lehet csak úgy kibejárkálni, nehogy azt itt. Tehát engedéllyel jöhetnek be a lelkek, meg engedéllyel mehetnek ki a lelkek. Tehát engedély nélkül nem lehet csak itt jönni-menni. Oké? Tehát vannak ilyen bolygók, ahol, le van védve a közlekedés a lelkek számára, de a világegyetem nagy részén nincs levédve. De nem az a céljuk a lelkeknek, hogy csak úgy közlekedjenek, bár ugye nagyon sok embert ismerek olyat, akiknek az a célja, hogy közlekedjen itt a bolygón. Azért dolgozik, hogy közlekedhessen. De tényleg. Igaz, hogy nem mint lélek, hanem mint test, tudod. Közlekedési eszközzel. Persze, vannak ilyenek, de annak mi értelme? Tehát mi értelme lenne, mint lélek a világegyetemben csak úgy közlekedni? Hát akkor az ember már valamit csináljon, nem? Mármint a lélek. Tehát most is, ha az ember közlekedik, akkor valami értelme legyen annak a közlekedésnek, nem? Tehát éppen ma beszéljük a nejemmel, hogy mi rengeteget utaztunk. Tehát közlekedtünk, de tényleg rengeteget, tehát ugye távolra nem utaztunk, mert sajnáltuk az időt arra, hogy távolra menjünk, de azért úgy repülővel ilyen egy-másfél órán belüli távolságokra sok helyen voltunk. Ugye a reptértől egy-másfél órás távolságra. És lényeg az, hogy, ezt nem csináljuk 2008 óta. És akkor éppen azt beszéltük ma, hogy és nem is vágyunk erre. Érted? Nem is vágyunk arra, hogy közlekedjünk. De jól érezzük magunkat ebben a környezetben, ahogy vagyunk. És tudod, én milyen közlekedést képzeltem el? Hát, hogy azért megyek majd, hogy ott segítsek embereknek. Érted? Tehát múltkor nyáron elmentünk, most kivételesen, ugye egy pár napra, mit tudom én, 5 napra vagy 4 napra voltunk Olaszországba, de csapattal és céllal. Tehát annak volt célja, hogy oda elmentünk. És az a cél teljesült is egyébként. Tehát most csak azért, hogy valamit megnézzünk, minek? Érted? Tehát itt van bennünk egy lélek, amelyik teremtésre lett teremtve. Tehát a te lelked, az teremtésre lett teremtve. Most kérdés az, hogy napi szinten vajon mennyire használod ezt ki? Tehát mondjuk az idődnek mennyi része foglalatoskodik teremtéssel, tehát mennyi részben foglalatoskodsz teremtéssel, mennyi részben meg nem teremtéssel foglalatoskodsz. Nézzük, rögtön az alvás, az nem teremtés, ugye az már le is jön. És akkor melyik van többségben? A teremtés vagy a nem teremtés? Jó kérdés, nem? Tehát teremtésre lett a lélek létrehozva. Tehát, hogy teremtsen. És ehhez képest a legtöbb ember
egyre kevésbé teremt. Mert régen még teremtettek, mikor saját vállalkozást működtettek, érted, mit tudom én, saját földjükön dolgoztak, vagy saját üzletük volt. Tehát ugye a magyar társadalomban a világháborúig a lakosság 80%-a az vállalkozó volt, a mai értelembe vett vállalkozó volt, tehát vagy saját földje volt, vagy saját boltja volt. Már nem így van. Tehát az nem teremtés, hogyha jobban megnézed, hogy azt mondják neked, hogy ezt csináld, és akkor te meg azt csinálod. És hol van benne a te szellemi kapacitásod? Tehát a te teremtésed. A teremtés azt jelenti, hogy te hoztad létre. Az a teremtés. Te teremtetted meg. Mit tudom, fogja egy asztalos, mit tudom én, a bútorlapokból csinál egy bútort, érted? Fűrésszel mindenfélével, egyéb eszközökkel, és lesz belőle egy bútor, hát az valami teremtés, nem? Azt mondhatjuk teremtésnek. Abban benne van a szellemi energiája, nem? Meg elsősorban természetesen a fizikai. Vagy például, mit tudom én, mondjuk valaki, egy költő ír egy verset, hát abban is van szellemi energia. Tehát abban is van teremtés. De aki mondjuk dolgozik, és azt mondják, hogy ezt csináld, abban hol a teremtés? Jó kérdés, nem? Nekünk tehát a bennünk lévő lélek miatt teremteni kellene. Tehát teremtés. Tehát én hogyan teremtek? Nekem az a teremtés, hogy azáltal, hogy én átadok tudást, te az élethelyzeteidet helyesebben kezeld. A problémáidat tud megelőzni, vagy megoldani, vagy mind a kettőt. Céljaidat tud megvalósítani. Egyre szeretetteljesebb, boldogabb életet tudjál élni. És ezekben tudjál mások segítségére is lenni. Én ezt teremtem, hogy ezt a képességeket fejlesszem benned, javítsam benned. Érted? A tudásodat gyarapítsam. Hogy egyre jobb és jobbá tudjál válni. Oké? Tehát ez az én teremtésem. Tehát ha megnézzük, ugye mi a dolgunk, gyorsan, az embereknek eljuttatni azt a tudást és azokat a képességeket, természetesen gyakorlási lehetőséget is adva, hogy képesek legyenek az élethelyzetekért helyesen kezelni. Fontos lenne, hogy az élethelyzeteidet helyesen kezeld? Vagy egyre könnyebben, jobban boldogulj az élet különböző területén? Problémákat képes legyél megoldani, képes legyél megelőzni a problémákat, ez fontos lenne? Célokat megvalósítani? Fontos lenne, hogy képes legyél célokat megvalósítani. És hogy ezekben segítségére legyél másoknak? Mert hiába akar az ember boldogulni, jegyezd meg. Ha a környezetedben lévő emberek boldogtalanok, akkor te hiába akarsz boldog lenni. Érted? Tehát eleve úgy működik, hogy az állati ösztöni működés köszönhetően, ennek köszönhetően, ugye az állatok működnek úgy, hogy van egy tyúkudvar, és akkor viszel oda egy kopasz nyakú tyúkot, a tollas nyakú tyúkok közé. Vajon mit fognak vele csinálni a tollas nyakú tyúkok? Így van, tépik. Addig tépik, míg meg nem ölik. Szó szerint addig tépik. Mert más. Kilógott a sorból, érted? Az állat világban ezt a másságot, ezt nem viselik el az állatok. És az embernél is az állatias működés miatt van egy ilyen, hogyha, mit tudom én, boldogtalan környezetben egy ember boldogul, akkor addig csinálják, piszkálják, míg kicsinálják, érted?
Hát ezért kell a boldogulásra törekvő embereknek összefogni. Világos ez? Ha a boldogulásra törekvő emberek nem fognak össze, akkor a környezetükben lévő boldogtalanok emberek kicsinálják, érted? Tehát engem már nem foglalkoztat az, hogy az emberek, tehát egyáltalán, hogy az emberek milyen, milyenek az emberek. Én simán elfogadom azt, hogy az emberek olyanok, amilyenek. De a legtöbb ember még ezt nem tudja. Érted? Azt, tehát hat rájuk, hogy a környezetükben lévő emberek milyenek. Világos? Tehát ezért össze kell fogni azoknak az embereknek, akik a boldogulásra törekednek, mert különben nem tudnak boldogulni abban a környezetben, amiben vannak. Persze, majd van egy jövőbeni célunk, hogy össze is költözünk egy településre. Oké? De ez a jövő. Ez még nem most van. Tehát, és miért kell ezt csinálni? Tehát miért kell boldogulni? Hogy szeretetben, békében és boldogságban tudjunk működni. Mert az aranykor az a szeretet, béke és boldogság kora. Tehát nekünk, nem tudom, tudod-e, hogy itt a bolygón gyakorlatilag amit mi itt művelünk, az olyan, mint az embereknél a bölcsöde. Tehát gyakorlatilag mi a fentiekhez képest mi vagyunk a bölcsödések. Tényleg. Hát ha jobban megnézed, vigyázni kell ránk. Például arra, hogy ki ne menjünk a bolygóról. Érted? Ez ugyanaz, mint a bölcsödében vigyáznak, hogy ki ne menjen a szobából. Sőt, itt még régen, nem olyan rég, még arra is vigyáztak, hogy ki ne menjen a határon kívül. Tudod? Tehát még a határt se hagyd el. Szóval szó szerint vigyáznak ránk. Tehát, hogy ne okozzunk nagy galibát. Szó szerint. És az óvoda rész lenne az a 9 év. Tehát ahol képes az ember felfejlődni arra, hogy beiratkozzon az iskolába. És az iskola lenne az aranykor. Oké? És az aranykorban jutunk olyan képességekhez és tudáshoz, hogy képes legyél majd egy magasabb szintű létformába bekerülni, mint lélek. És elhagyhasd ezt az igen nyűgös testet. Többféle szempontból, mind mentális szempontból nyűgös, mert hozod a genetikai problémákat a családból, nézd meg, és ráadásul még betegeskedik időnként, nem? Túl sokat kell vele foglalkozni, nem? Pihentetni kell állandóan, nem? Etetni kell rengeteget, hogy fönnmaradjon, nem? Tehát csak egy nyűg van vele. Ha hideg van, fázik, ha meleg van, melege van, nem? Állandóan csak a gond van vele. Mennyivel egyszerűbb lenne mondjuk napi szinten az egész mondjuk 3 órába tartana, amit le tudnál. Most meg ugye alvást is beleszámítod, az is egy foglalkoztatása, mert pihentetni kell, mert elfárad, érted? Regenerálódnia kell, hát vicc, komolyan mondom. Tehát körülbelül 3 óra pihenésre lenne egyébként szükség egy testnek. Csak nem egy emberi testnek sajnos. És akkor most gondolj bele, mit tudom én, a legtöbb test az 80 éves korában fölmondja a szolgálatot, nem? Vagy úgy akörül. És régen meg éltek, mint tudom, Ádám még 900 évet. Ádám Éva. Érted? Na most mi meg élünk ilyen tizedét. Sőt, vannak olyan testek a világegyetemben, amelyik több ezer évet, vagy több tízezer évet tudnak élni. Érted? És akkor ehhez képest mi meg itt éldegélünk pár évtizedet. És akkor nem tudod csak úgy letenni a testedet, amikor akarnád. Na most azt mondanám, hogy jó, akkor ülj le ide. Azt a maradj ott, azt a lélek meg kiszáll. Na, ilyen jó lenne. Tudod? Nem tudod csinálni. Tehát így bajlódunk ebben a testtel. Érted? Van, akik tök jól el vannak ebben, hát nézd meg, hogy az anyaghoz ragaszkodnak, tudod? De nem gondolják végig, hogy ez a test, ez egy szolga test, érted? Tehát gyakorlatilag a tested szolgája vagy.
szolgálod a testedet, nem? Hát gondolj bele, mennyit kell dolgoznod ahhoz, hogy etesd, itasd, nem? Hát legalábbis a legtöbb ember, az emberek 98%-a az 7 nappal át éve dolgozik, hogy etesse, itassa a testét, meg ne ázzon, ne fázzon, nem? Tehát elég vesződtséges egy test, ha jobban végig gondolod. Tehát most ugye vannak, akik hallgattak engem időnként, és akkor ugye írnak hozzá olyan szövegeket, hogy honnan szedem ezeket a sok hülyeséget. Na szóval, hát gondold végig logikusan, hogy melyik neked a jobb, jó? Tehát én semmire nem akarok rábeszélni, tehát neked melyik a jobb, tehát az, hogy hülye maradsz, vagy ha fejlődsz, melyik a jobb, az, hogy ugyanúgy élsz, mint a többiek, vagy egy boldogabb életet képes, hogy élted, tehát értelmet tudsz adni a saját életednek, érted? Melyik a jobb? Tehát a legtöbb ember körülnézze a környezetedben, és nézd meg, hogy mi az értelme az életének. Nézd meg, tedd föl magadnak ezt a kérdést, hogy mit tudom én, a Gibbs Jakabnak vajon mi az értelme az életének? És ha esetleg megkérdeznéd tőle, hogy te Gibbs Jakab, mi az értelme az életednek? Nem tudna mit mondani. Tehát most gondold végig, ez az emberiség így, ahogy van tokkal vonóval, kb. 7000 éves. Tehát ez. Tehát a vízözön, az előző emberiség törlése, az kb. 7000 évvel ezelőtt történt. Volt előtte is emberiség, csak az nem ez az emberiség. Tehát ez a fajta reaktív elmés, állatias működésre képes emberiség, ez 7000 éves, Ádám meg Éva, az nem ide tartozott. Tehát nem ennek az emberiségnek a része volt. Tehát ő neki nem volt reaktív elméje. Jó? És itt van ez a 7000 éves emberiség, és gyakorlatilag megnézed, most kaptunk egy olyan lehetőséget, amilyen történelmi jelentőségű. Nem? Létrehozhatjuk egy új társadalmi formát, az aranykort. De az is csak egy átmeneti korszak. Nézzük csak meg, mit jelent. Jó? Ezt. Ezt jelenti, hogy ide följuthatnak az emberek az aranykorba, a hatodik lelki szintre. Tehát az emberek általában itt vannak, túlélés biztonság szintjén. Vannak, akik a valahova tartozás szintjén vannak. Ők már a kisebbség. És akkor megkapták az emberek a lehetőséget, hogy negyedik, ötödik lelki szintet és a hatodik lelki szintet elérjék. Tehát felfejlődjenek a hatodik lelki szintre. Az a küldetés lelki szinte. Egyébként ez csapat nélkül nem lehet. Ez egy saját csapat nélkül nem lehet. És közösség nélkül nem lehet még a valahova tartozás sem megvalósítani. Tehát akik már benne vannak egy közösségben, az valahova tartozás szintjén vannak maximum. Saját csapat nélkül nem lehet tovább lépni. Tehát nem lehet feljutni a hatodik lelki szintre saját csapat nélkül. Tehát kell a saját csapat, és gyakorlatilag ez a küldetés szintje, majd a képzésben, ha eszembe jut, vagy mondjátok, akkor megmutatom, hogy miért van az, hogy ehhez elég a 9 év, innen akár följutni ide, és utána ezt az egy lépést pedig hosszabb időn keresztül lehet elérni, mint tehát a 9 év nem elég hozzá. Jó, majd megmutatom. De ha szóltok, csak akkor, jó? Mert szerintem el fogom felejteni. Jó, tehát mert nem a témánkhoz tartozik.
Jó, tehát fontos, hogy, ide akarjuk fölvinni az embereket. Tehát, hogyha valaki eléri a hetedik lelki szintet, a beteljesülés szintjét, na akkor mehet át egy magasabb szintű létformába. Értitek ezt? Na most a magasabb szintű létforma, formáról már beszéltem, és ha megnézem az időmet, már nem sok van hátra. Igen. Igen. Még van 5 percem. Na akkor nézzük meg, hogy csináljuk ezt az egészet, jó? Tehát van egy célunk, ez egyben a küldetés. Tehát én azt a küldetést kaptam, hogy a saját csapatommal, a társaimmal el kell azt érni, hogy a bolygón legyen több mint 300 millió tudásátadó. Tehát hogyha kevesebb lesz, akkor arányosan annyival kevesebb ember jut be az aranykorba. Jó? Mert a tudásátadók fogják tanítani az embereket abban a 9 évben. Világos ez? Tehát most ebben a 6 évben alakul ki, hogy kik lesznek a tudásátadók, és ők fogják tanítani az embereket abban a 9 évben. És természetesen nem csak abban a 9 évben, hanem nyilván utána is, hát egy kicsit magasabb szintű szerepre számíthatnak. Jó? De az aranykorban már nincs olyan, hogy pénz, ezt csak úgy mondanám. Tehát nincs olyan, hogy hatalom, nincs olyan, hogy háború, nincs olyan, hogy harciaskodás egymással szembe, nincs olyan, hogy párkapcsolati probléma. Oké. Jó, stb. Stb. De ezeket így oldják meg az emberek. Jó? No szóval, az egész úgy van megalkotva, hogy beraktam egy képzésrendszerbe az egészet. A képzésrendszer az most 3 év alatt fut körbe, és jut el abba a pontba, amibe kiindult. Tehát egy ilyen körforgásos rendszer az egész. És most nem itt tartunk, pedig ez az alapok alapja az etika, de nem itt tartunk, hanem a körforgás révén, most mindjárt mutatom, hogy hol tartunk, itt tartunk a probléma megoldó coachnál. Ez egy 2 hónapos képzés, és ha lemegy ez a 9 hónap, akkor jutunk el oda az elejére az etika coach képzéshez. Tehát ahhoz, hogy ez lemenjen, tehát most tartunk a 4. hónapnál. Azt hiszem, 3. vagy 4. hónapnál vagyunk. 3.-nál? 3. hónapnál tartunk, igen. Akkor még van ebből 6 hónapunk. Tehát 6 hónap múlva futott körbe a teljes képzési rendszer, és indul újból az etika coach képzéssel. Ezek a képzések úgy vannak kitalálva, hogy valamilyen szinten összekapcsolódnak egymással, tehát így lesz kerek egész. Tehát azért nézzétek meg, olyan dolgok vannak benne, például itt is, amik most lesznek, sikerteremtő coach, képes legyél szervezni, képes legyél bármit eladni, akár magadat, konfliktus képes legyél megoldani. És akkor jön előről, visszamegyünk. Innen. Etika, eredményes tanulás, önismeret, stb. Stb. Tehát olyan tudás, ami most jelenleg 24 nagy téma van. Vannak olyan képzések, ami 1 hónaposok, vannak olyanok, amik 2 hónaposok. Nincs semmilyen kötelezettség. Bármikor abba lehet hagyni, én a helyedben nem merném abba hagyni. Jó? Tehát nyugodtan abba lehet hagyni, semmi gond nincs vele. Azért mondom, hogy nem merném, mert ezzel kapcsolatban kaptam információkat, és akkor mutatnám, jó? Tehát, ha valaki azt gondolja, hogy neki nem kell tanulnia
emberrel és az élettel való helyes bánásmóddal, illetve ezekben nem kell fejlődnie, az ostobaságra val. A lelki fejlődés az egyetlen út, amelyen teljesen végig kell menni. Tehát te azt hitted, hogy eddig nincs olyan út, amin végig kell menni, de egy út van. Ez a lelki fejlődés, amelyen teljesen végig kell menned. Ezen az úton nem lehet megállni, vagy lelépni róla. Mert mindenféle nehézség és zaklatottság fog a hatalmába keríteni. Tehát azok, akik abba hagyják, azt tapasztaltuk, hogy komoly problémákat kapnak. De nehogy azt higgyétek, mert megátkozzuk, vagy ilyen baromságot, érted? Nem, nem, ezt tapasztaltuk, és akkor visszajönnek. Járnak egy ilyen varga betűt, és utána, egy idő után visszajönnek, hogy új, vissza kellett jönnöm, úgy láttam. Jó? Tehát nézzük tovább. Az nem lelki fejlődés, ha magadért fejlődsz. Nem magadért kell fejlődni, hanem másokért. Tehát ezért kell a csapat. Ezért is. Vagy fejlődsz, vagy szenvedsz. Egyszer nincs más út. Tehát lejárt, nem a 20. században vagyunk, hogy azt csinálsz, amit akarsz. Most a lelki fejlődés útján kell haladni, kellene haladni minden embernek. Az egyötöde erre képtelen. Tehát a bolygó egyötöde az képtelen rá. Miért? Mert antiszociális. Mert elnyomó. Tehát minden ötödik ember a bolygón antiszociális indítatású. A számolt ki, hát az 1,6 milliárd ember, nem kevés. Tehát ők majd a következő életükben próbálkozhatnak. Hát ha összejön nekik. Ha nem veszed észre a lelki fejlődésed szükségességét, a szellemiség és a teremtőd szerepét az életedben, tárt karokkal hívsz magadhoz minden rosszat, amit csak létezik. Tehát például egy nem spirituális embernek fogalma nincs, hogy gondolattal mennyi mindent teremt. Mennyi rosszat és mennyi jót teremthet. Tehát fogalma nincs. Azt hiszi, hogy a fizikai teremtéssel, vagy a fizikai működéssel befolyásol mindent az életében. Nem, elsősorban azzal befolyásolunk mindent az életünkben, hogy itt a fejünkben mi van. Természetesen a fizikai cselekvés az elmaradhatatlan dolog. Tehát cselekedni kell, tehát nem szabad belesni, tehát vannak a fizikai világban élő emberek, akik úgy gondolkodnak, hogy mindent a fizikai világban kell elérni. Az, hogy itt mi van, az nem érdekes. Van a másik rész, ugye a spirituális emberek egy jó része, aki azt gondol, átesett a ló túlsó oldalára, hogy már egész életében csak szellemi dolgokkal foglalkozik, és fizikailag meg nem csinál semmit, csak meditál. Vagy imádkozik. Mindegy. Nem. A kettő együtt működik. Világos ez? De 60-40%-ban, és érdekes módon nem a fizikai világa a 60%, hanem a szellemvilág. De 40%-ot akkor is be kell tenni a fizikai létbe. És lényeg az, hogy akik jól akarják csinálni az életüket, azok mind szellemileg, mind fizikailag bele kell rakni azt, amit tudnak. És akkor menjünk tovább. A módszereket is átadó lelki fejlődésre az egyetlen hely a PPA nyílt akadémiája. Mi teljesen függetlenek vagyunk. Mind vallási, mind fizikai értelemben. Jó? Tehát nem kötődünk senkihez, semmihez. És nem is fogunk. Ebben biztos lehetsz. Ja, ez nem érdekes? Hát itt... hogy mi lesz azokkal, akik nem hajlandók lelkileg fejlődni, tudást és módszereket elsajátítani az aranykorba kerüléshez? Hát egy útunk van csak, bekerülni az aranykorba. Ennek most nem fogom elmagyarázni a fizikai okát, jó? Már előadásokban, díjmentes előadásokban elmagyaráztam. Tehát itt most nem az a tét, hogy törlik ezt az emberiséget vagy nem, hanem törlik-e ezt a bolygót, vagy sem. Ez a tét. Tehát sokkal nagyobb a tét, mint eddig a történelemben, akármilyen messze visszamegyünk, bármikor.
Tehát akkor az volt a tét, hogy törlik-e az akkori emberiséget, vagy sem. Most az a tét, hogy törlik-e ezt a bolygót, vagy sem. Ez, ebben a naprendszerben már mondanám, hogy töröltek egy bolygót. Már egy bolygót szétrobbantottak. Ezt úgy hívták, ezt a bolygót, hogy Marduk. Jó? Ez a Mars és a... mi van utána, Jupiter? Között volt. És most kisbolygóövezetnek hívják. Tehát, hogy szétrobbant, egy csomó törmelék, bolygó törmelék keletkezett. Szóval itt most ez a tét, hogy ezt a bolygót megtartsák, vagy ne tartsák. Oké? Jó? Ennek megvan az oka, hogy miért, idő lenne, mire elmondanám. Jó? Tehát 2035-re létre kell hozni az aranykort. Jó? Ezt összeadjátok, ez egy egyes év. Ugye az aranykorba kerüléshez beszéltem róla, kell 9 év, és 26. január 1-től 2034. december 31-ig fog lezajlani ez a 9 év. Ugye tudjuk azt is, hoppá, hogy aki a testét nem táplálja, hova lett? Ja, itt van, becsuktam. Mindjárt megnyitom. Jó. Na. Megjelensz? Nem jelensz? Jó, megvan. Aki a testét nem táplálja, az meghal. Hát most sajnos már ez így van, hogy aki a lelkét nem táplálja, és nem is akarja táplálni, azt kivonják a forgalomból. Nem hiszed? Nézd körül. Egyre több olyan ember hal meg, aki minden előzmény nélkül hal meg. Tehát egyszerűen fogják és kivonták a forgalomból. Persze vannak olyanok, akik előtte egy kicsit megszenvedtetik. Vannak ilyenek, de rengeteg olyan van, hogy az ég adta világon semmi baja nem volt, majd hirtelen puty. Hát látjátok, például itt van a színész. Gesztesi, így van. Ő is egyik pillanat a másikra kivonták a forgalomból. Mert hülyeséget akar csinálni. Mert a szellemi fejlődés neki az lett volna, hogy teológiát tanulok. Az lett volna a szellemi fejlődés. És erre gyorsan kivonták a forgalomba. Kinyilatkoztatta, hogy ő teológiát akar tanulni, ezt mennyi egy hónapon belül, vagy mennyi időn belül kivonták a forgalomba. Kész, ennyi. Jó? Jó. Tehát ha az ember nem hiszi ezeket a dolgokat, nem gond, úgyis megtapasztalják az emberek. Jó? No, hát ennyi fér bele itt az első részbe, ami végül is kicsit tovább nyúlt, nem baj. Második rész az 20 perc szünet után kezdődik, és probléma megoldó coach képzésünk lesz. Mindenkinek jó szünetet kívánok, ha bárkinek bármilyen kérdése lett volna, akkor majd lesz lehetősége föltenni. Javaslom, hogy te is legyél tanulónk, ugye minél hamarabb. Jó, ennek a feltételei ugye nagyon egyszerűek, mert most akció van, 19.700 forint a kezdő első hónapos tandíj, a második hónaptól pedig árgaranciával 35 hónapra 9.800 forint. 30 óra képzést adunk egy hónapban, ha visszaosztod, nevetséges összegre jön ki, az első hónap az 660 forint óránként, a második hónaptól pedig 330 forintra jön ki óránként. Ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag olyan összegért adjuk a képzéseket, hogy bárki számára elérhető legyen. A második részben, mivel itt vagy személyesen, betekintést kaphatsz a képzésbe. Jó? Ha úgy kalkuláltad az idődet. Köszönöm szépen a figyelmeteket, 20 perc szünet, szeretlek benneteket, sziasztok!